38 perc, 3625 lépés és 186 elégetett kalória. Ennyit jelent egy gyalogosnak, ha a vasútállomás és a megyei kórház közötti utat sétálva teszi meg. Ami még fontosabb, hogy ez 440 g-mal kevesebb széndioxid kibocsátás, mint ha autóba ülne. Ilyen újszerű útbaigazító táblákkal találkozhatnak a jövőben Nyíregyházán is. A megyeszékhely is részt vesz a Duna Transnacionális Együttműködési Program egyik nemzetközi projektjében, amelyhez 9 ország, 16 partnere csatlakozott. Ennek célja a gyalogos barát közlekedés kiépítése, valamint a közlekedés aktív formáinak, mint például a biciklizésnek a népszerűsítése. A legtöbb város, így Nyíregyháza is nyilván küzd azzal, hogy hogyan lehet a rengeteg autót hatékonyan mozgatni, ami a városban van, és növekszik a számuk. Hosszú távon az a fenntartható közlekedés, ahol az autós közlekedés, az aktív közlekedési módok, mint a gyaloglás és a kerékpározás, és a közösségi közlekedés megfelelő egyensúlya valósul meg. Sajnos az autós közlekedés nem lehet a végtelenségig növelni, ugye nincs elég helyünk rá, egy autó szüksége, autó számára szükséges tér, az 90-szer annyi mozgás közben, mint amennyi egy ember számára, egyetlen gyalogos számára szükséges. Környezetterhelő az autós közlekedés, és hát nem is egészséges, hogyha állandóan ülünk egy autóban. Úgyhogy ez a projekt pontosan azt célozza meg, hogy nem megszüntetni az autós közlekedést, de csökkenteni az arányát, és növelni az aktív közlekedési módok, gyalogos kerékpáros és a közösségi közlekedés arányát. A nyíregyházi lakók 35%-a autóval, 23%-a közösségi közlekedéssel, 11%-a pedig kerékpárral közlekedik, így a gyalogosok aránya 31%. Ez a projektben szereplő városok közül a második legjobb adat, de azért még bőven van mit javítani ezen, hangzott el a sajtótájékoztatón. Ahhoz, hogy gyalogos barát legyen egy város, 4 feltételnek kell megfelelni. Az első, hogy hasznos legyen a gyaloglás, és ne legyenek túl nagy távolságok. A második, hogy a köz és a közlekedés biztonság is megfelelő legyen az adott településen. Harmadikként a kényelmet emelte ki Kézi Béla, ez azt jelenti, hogy a gyalogosoknak legyen biztosítva a rövidebb út, és az autósok tegyenek kitérőket. A negyedik pedig a különböző kísérleti gyalogos barát megoldások. A károsanyag kibocsátást az is csökkenti, ha az autósok inkább a közösségi közlekedést választják. Nyíregyházának stratégiai célja a fenntartható tömegközlekedés fejlesztése és megtartása hosszú távon. Ennek több eleme van, nem véletlenül fejlesztjük a tömegközlekedést, új buszokat vásároltunk, építjük az utakat, buszöblöket, tehát csomópontot a vasútállomáson, hogy meglegyenek a tömegközlekedési kapcsolatok, és kényelmes legyen eljutni az egyik helyről a másikra. Ennek a fejlesztése nagyon fontos eleme, hogy segítsük elő, ösztönözzük és motiváljuk az embereket ahhoz, hogy ahol csak lehet, gyalog közlekedjenek, tehát aktív tömegközlekedés, gyalog vagy pedig kerékpárosan. Mondanom sem kell, hogy kerékpárutakat kell építeni, építjük is. Most is épül egy kerékpárút Borbányán, egy 8 km hosszú szakaszon. Biztonságosabbá, gyalogos baráttá kell tenni a gyalogátkelő helyeket. Az újfajta útbaigazító táblákon túl a kísérleti gyalogos barát megoldások közé tartozik például a hétvégére szervezett utcai piknik is. Május 11-én szombaton 13 órától 19 óráig lezárják a Dózsa-György utca, Vai Ádám körút és a Nyár utca közötti szakaszát. Az autósok helyett a gyalogosok és kerékpárosok használják majd a nap folyamán. A belvárosi utcai piknik színes programokkal, fellépőkkel és ajándékokkal is várja az érdeklődőket a helyszínre.